A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták azt a karcagi férfit, akitől 148 kutyát szállítottak el az állatvédők. A karcagi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának munkatársa előzetes egyeztetés alapján megjelent a hatósági állatorvossal általános ellenőrzés céljából a karcagi háznál. A helyszínen megállapították, hogy ott 99 kutyát tartanak rossz, zsúfolt körülmények között, és az ebek nagy részének nem volt hangja. Mivel feltételezhetően eltávolították a hangszálukat, ami maradandó egészségkárosodásukat okozhatta. Rossz tartási körülmények, nem egészséges állatok első látásra, meg nagy valószínűséggel hangszálvágott gyanús állatok vannak itt. Viszonylag nagy létszámban, pontos létszámot nem tudok mondani, jelen pillanatban a 40-valahanyadik állatot pakoljuk ki. A helyszínre kivonult nyomozók megállapították, hogy a kutyák tulajdonosa életvitelszerűen egy másik házban lakik, ezért megjelentek ott is. A férfi lakhelyén végzett kutatás során további 49 kutyát találtak, melyek egy részének szintén nem volt hangja, és értesítették az állatvédőket. A rendőrök a feltételezett elkövetőt elfogták és előállították a karcagi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A helyi férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését, és tettét azzal indokolta, hogy az állatok szaporításával foglalkozik, és nem akarta, hogy a szomszédok meghallják a sok kutya ugatását, nehogy feljelentsék. A két ingatlanban talált összesen 148 kutyát az állatvédők elszállították. A nyomozók a gyanúsított lakhelyén végzett kutatás során több millió forint készpénzt foglaltak le. A karcagi rendőrkapitányságon állatkínzás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a 31 éves férfi ellen.